A 80-as években mind a női, mind a férfi szakákban jelentős sikereket értek el az országos versenyeken a nyíregyházi tornászok. Aztán csökkent a sportágat választók száma, a létesítményhelyzet is egyre inkább kívánnivalót hagyott maga után, így elmaradoztak az eredmények is. A megyeszékhelyen az ötvös gyakorlóban és a kertvárosi iskolában foglalkoztak kiemelten a sportággal, néhány éve pedig a Nyíregyházi Tornasport Egyesület integrálta a régióban működő klubokat. A minőségi munka feltételeit pedig az a csarnok biztosítja majd, amely a tervek szerint jövőre épül meg a sportágfejlesztési program részeként a kertvárosban. Nagyon fontos számunkra Nyíregyháza. Az, hogy ennyi gyerek van már ilyen körülmények között, hogy iskolába szerpakolnak ki, szerpakolnak vissza, ez mindenképpen példaértékű. Tehát nekünk nagyon fontos odaállni azokba a városokba, ahol komolyan jó szakemberek mellett tornát fognak csinálni, és ez biztosak benne, hogy Nyíregyházán jó kezekben van. A torna az egy alapsportág azért, mert megalapozza a gyereknek a további sportolását. Tehát ha lejózza valaki 4-5-6 éves korába, akkor a testakatlánk megfelelően mindent megtanult, amiből kivehető. Tehát akrobatikai alapelemeket, gimnasztikát, és ezzel, ha nem lesz belőle, mondjuk korongos lesz belőle, vagy focista lesz belőle, vagy súlyem, bármi, a torna az olyan alapokat ad ezeknek a sportágoknak, amit semmivel nem lehet pótolni. Magyar Zoltán a montreali és a moszkvai olimpián szerzett aranyérmet. Magyar tornász legutóbb 2012-ben Londonban állt az ötkarikás dobogó tetején, akkor Berki Krisztián nyert lólengésben. Mint az elnök elmondta, egyre nagyobb a konkurencia a legjobbak mezőnyében. Egyre népszerűbb a sportág, amiket elmondtam az előbb a világban. Egyet mondok egy példát, hogy az Egyesült Államok 29 ezeren indulnak a serdülő versenyeken. Tehát elképzelhető, hogy mennyien vannak a világban. Az, hogy valaki ebben a sportágban egyszerűen az első legyen, ahhoz hát óriási tehetségre kell, hogy felfedezzünk. És ha egy ilyen jön, akkor teljesen felépítve tehetséggondozással meg tudjuk azt oldani, hogy a végén a legjobb edzőhöz, a legjobb körülmények között kerüljön. Nekünk most ez az a lényeg, hogy sok halat megmozgassunk, és majd az aranyhalat azt megpróbáljuk megtalálni. A Nyíregyházi Tornasport Egyesület színeiben jelenleg 220-an versenyeznek. A cél az, hogy a létszám minél hamarabb elérje, majd meghaladja a koronavírus járvány előtti 300 körüli számot.